próba üzemmódban vagyok, de úgy néz ki, hogy meg tudtam oldani az internet kapcsolatot. Igen, úgy nézem, hogy sikerült helyreállítanom, megoldani ezt a kis technikai problémát. Na, akkor el is kezdem. Tehát először is lemegyünk Földanyához. Tehát gyűjtsd össze szíved minden szeretetét, tedd bele a fehér gömbödbe, és küldd le Földanya kristálymagjába. Indítsd el a szívteredből, gerinc mellett végig lefelé, medence, comb, lábszár, lábfej, és a talpaidon keresztül leengedett Földanyának. Üdvözöljük a belső föld lakóit, és megköszönjük energetikai támogatásokat. Gája szereti gyermekeit, feltölti a gömbödet energiájával, szeretetével, és küldi vissza hozzád. Belép a talpaidon, lábfej, lábszár, comb, medence, és a gerinc mellett visszatér a szívtérbe. És most küldjük fel atyánkhoz a napba, gömböd kilép a fejtetőn, atyánk is feltölti energiájával, szeretetével, majd küldi vissza hozzád. Belép a koronacsakrádon, harmadik szem, dobozmirigy, torokcsakra, és újra itt van a szívtérben, és így együtt van a szent hármasság, atya, anya és a gyermek. Támaszd meg a gerincet, hunyd le a szemed, csillapítsd le az elméd, zárd ki a gondolatokat, figyelj befelé, figyelj az energiákra, és figyelj a megérzéseidre. És kérem, 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 kérek minden égi lényt, a teremtőt, a forrást és energiáját, az ősöket, a Szent Szellemet, kérlek jöjjetek, lépjetek be energiarendszerembe. Hermész Trismegistos, a sárkány nemzetség, lemúriai mesterangyalok, Atlantis angyalai, atlantiszi magarmágusok, aranyasszonyok, tündérek, boszorkányok, Mária, Szananda, Mihály, Gabriel, Rafael, Szandalfon, Szarahel, Ízisz, teremtő istenek, a nagy fehér testvériség, felemelkedett mesterek, spirituális tanítók és szellemi vezetők, a csillagcsaládok, segítő angyali tudatmezők, szeretett felettesén, belső gyermek vele született, lénye minden aspektusa és lélek része. Kérlek jöjjetek, lépjetek be energiarendszerembe. Borítsátok be védelmetekkel tagjainkat, áldott Gáját és a Földön minden lelket. Így legyen most. És ez így van. Köszönöm, 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 köszönöm. Na, drága univerzum, égi segítőink, most lehívjuk azokat a frekvenciákat, rezgést,
információt, mindazt, amire szükséged van. Nagyon erős energiák vannak ma is. Nem véletlen, hogy ezek az elektronikai berendezések felmondják a szolgálatot. Igazából azt kell majd elérni, hogy minden ember tudjon kapcsolódni a másikhoz energetikailag. És akkor nem lesz szükség semmiféle technikai berendezésre. A fény nyelve. Érzésekkel kommunikál, rezgéssel, érzésekkel. És ebben a szituációban nincs helye a hazugságoknak, ugyanis rögtön megérzed. Na, oly, egyre jobban érzem a kapcsolatot, egyre többen jönnek. Te csak figyelj befelé, figyelj az energiákra, és figyelj az érzéseidre. Egyre erősebb energiák jönnek, egyre magasabb a rezgés. Befelé figyelsz, akkor érezheted, hogy a sejtjeid
zakatolnak. Dübörögnek. Olyan mennyiségű információ árad most be a DNS-be, ráadásul érezheted, hogy a harmadik szem, a tobozmirigy is igen aktív. Bizsergés a homlokon. Kis feszítőérzés hátul a tarkónak is agynál. Na, de gyönyörű szép zöld szín jött be. Ilyen gyógyító, harmonizáló. A bőrödön érezheted, hogy egy egész más energiamezőbe vagy már. Már fönn vagy az ötödik dimenzióba. Hatodikba, hetedikbe. És mellett ez a mély, szinte brummogó energiamező. Kinn a térben történnek dolgok. Hullázik az energiamező. Ha összeáll a kép, akkor egy nagyon érdekes dolgot fogunk kapni, amikor minden összeáll. Egy ilyen igen érdekes érzés, mivel hogy multidimenziolás emberi lény vagy. Ez a fizikai test. De közben már egy magasabb dimenziójú tested is itt van. Egy ilyen kettőség uralkodik most, de a magasabb rezgés mindig felülírja az alacsonyabbat.
Csak figyelj befelé, figyeld ezt a rezgést. És figyeld, hogy milyen információt ad át. A intuíciódra hagyatkozz. Ha a füled bedugul, eldugul, az egy nagyon kellemes élmény, mert akkor érzékelheted, hogy lépkedsz föl a magasabb dimenziók létráján. És egyre több tiszta információ jut el hozzád. A felettes íneden keresztül.
Egyre magasabban búg, és egyre erőteljesebben. Már a csecsemő mirigynél jár az energia. Meg végig a gerinc mellett. Jó magas energia jött most. És ebből nem lesz visszaesés, ez csak emelkedni fog. Igen. Tényleg figyeljetek a gondolataitokra, mert egyre könnyebben fogtok tudni kommunikálni a fénynyelvén, a rezgéssel.
Na, sok szép dolog fog még majd jönni. Több mint valószínű, hogy lesznek nagyon szép misztikus élményeid is. Na, további kellemes energizálást. Namaste, áldás minden létezőre, áldás a felemelkedésre, áldás rád.